Tudtad, hogy légzéssel akár traumákat is feloldhatsz a tudatalattidból? Vajon mi fánterem a családállítás, mit csinál egy coach? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz a Miben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhász Tíme, a holisztikus coach, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Miben segíthetek podcast második évadjában. Vendégem Gauranga Das, Szűcs Gábor, jogaoktató, hangterapeuta és jogasámán, és majd ezt el fogod mondani szerintem, hogy pontosan mit akar. És ilyenkor el szoktam mondani, hogy ki miért ül itt, és általában ugye ismerem az embereket, akiket meghívok, mert számomra ők hitelesek, de hogy én téged nagyon régóta követlek Facebookon, de személyesen még nem találkoztunk, van sok közös ismerősünk, vagy hát látásból bizonyos rendezvényeken igen, összefutottunk, de hogy mi nem beszélgettünk még szóban. Viszont én nagyon-nagyon szeretem például a posztjaidat, nagyon sok mindennel együtt tudok úgymond rezegni, és én is szerettem volna, hogyha te is benne leszel ebben a podcastben, mert szerintem nagyon sokat tudsz adni sok mindenkinek, köztük nekem is. Úgyhogy külön köszönöm, hogy ideértél. Ilyenkor azzal szoktuk kezdeni, vagy azzal szoktam kezdeni, mert engem ez is nagyon érdekel, hogy lehet téged elképzelni gyermekként, milyen voltál kicsinek? Hát egyrészt szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást neked, és én is örülök, hogy végre személyesen is találkoztunk, és beszélgetünk. És ez azért érdekes ez a kérdés, amit feltettél, mert tulajdonképpen szerintem nekem az életem első 40 éve az kvázi egy ilyen menekülés volt a gyerekkorom elől. És ahogy elkezdtem főleg az utóbbi 10 évben mélyebben bele nézni a saját lelkembe, és hogy az önismereti folyamatok által közelebb kerültem ahhoz, hogy milyen is volt a gyermekkorom, akkor hát megjött ugye sok olyan energia, ami előtt tényleg menekültem, a magányosság, a, hogy mondjam, az az érzelmi ridegtartás, tehát az, hogy nem tudok úgy visszaemlékezni a gyermekkoromra, hogy hú, hát engem nagy meleg szeretettel körbevettek a szüleim, és én voltam a középpontban, tehát, hogy valahogy ezeket már felnőttebb koromban, vagy tinédzser koromtól kezdve próbáltam magamnak valahogy bepótolni ugye az érzelmi szükségleteimet, és persze közben ráébredni arra is, hogy ezek a hiányosságok és traumák, ezek milyen, mondhatjuk úgy, hogy nem egészséges érzelmi működésekhez vezettek. És hol nőttél fel? Hát részint Budapesten, részint pedig Moszkvában. Tehát milyen két laki életet éltünk, diplomaták voltak a szüleim, édesanyámnak daganatos betegsége volt már akkor, amikor velem terhes volt, és így kerültünk ki. Tehát nem ott születtem, de Budapesten születtem, de viszonylag kiskoromban kikerültünk Moszkvába, és akkor őt ott ki is kezelték elég súlyos nyirokmirigy meg tüdődaganatból. Úgyhogy 19 éves koromig elmondhatom, hogy volt anyukám. És ennek kapcsán ugye én a gyerekkoromból 7 évet végül is több részletben kint töltöttem Moszkvában. Tehát az is egy kicsit olyan érzés volt, hogy ott ugye úgy annyira nem tudtam beilleszkedni, mert nem orosznak tekintettem én sem magamat, meg ők sem teljesen, pedig nagyon barátságos emberek egyébként, a melegszívű emberek általában az oroszok. Amikor éppen itthon voltunk, és itthon éltem a ugye tinédzser éveimet, akkor kialakítottam egy ilyen baráti társaságot ott az osztálytársaimból, és akkor együtt bandáztunk, de aztán megint kikerültünk, és akkor ez az oda-vissza költözködés, ez is egy kicsit így mondjuk, hogy gyökértelenné tett. Ezen sokat dolgoztam az utóbbi években, vagy megérkezett ennek a szükségessége. És onnantól kezdve, hogy éltétek ezt a két laki életet odáig, hogy ugye jogaoktató lett belőled, astanga jogaoktató, ha jól tudom. Hát is, mindenféle is. Igen, meg eljutottál spirituális úton nagyon-nagyon sok dologhoz, meg sok mindent csinálsz most, és sok mindenben segítesz egyébként embereknek. Hogy vezetett az út idáig? Hát ugye megjött ez a tinédzserkori lázadás, pontosan az ellen a
helyzet ellen, és tegnap olvastam pont este egy könyvet, Szülőszelídítés az a címe, és hát egy 5 perc alatt megjött ugye a téma, hogy a teljesítménycentrikus gyereknevelés. És én, amikor 19 éves koromban odaálltam a szüleim elé, illetve nem is álltam oda, hanem tudtuk nélkül, ugye krisnás lettem, és Budapesten beköltöztem a Krisna közösségbe, ők ezt utólag tudták meg, és hát apámnak ugye ez volt az alapkérdése, hogy de hát mi lesz az egyetemmel, fiam, és miből fogsz megélni? És ugye ez ellen, az elvárás ellen lázadtam én többek között, és azt éreztem, hogy hú, hát nekem kell egy család, és az olyan családias közösségnek tűnt, hogy majd akkor engem ott szeretni fognak. Tehát ez volt az első, nem az első, mert olyan 18 éves koromban valahol felébredt bennem ez a spiritualitás iránti érdeklődés, és minden világvallásnak a könyveit végigtanulmányoztam, a buddhizmus, Biblia, Korán, mindent, amit ott értem és találtam, és annak a közepébe jött be végül is a Bhagavad Gita, a hinduizmus, illetve ennek a ugye magyarországi képviselete, a Hare Krishna, krisnás mozgalom. És mi történt azután, hogy beköltöztél? Hát azután az történt, hogy én ezt a mozzanatot úgy éltem meg az életemben, hogy akkor a világi életem az ott meghalt. És akkor én most már istené vagyok, és engem mindenki felejtsen el, a szüleim, az akkori barátnőm, mindenki. Tehát mint egy ilyen újjászületésként éltem meg, és akkor így ezerre belevetettem magamat abba, hogy ott akkor a tanulmányozás, a fejlődés, a lelki gyakorlatok. Jól is éreztem magam, és úgymond sikeres vezető is lettem, és ez egy ilyen 20 éves procedúra volt tulajdonképpen, amíg én aktívan a Krisna közösségben részt vettem. Aztán már valahol 10 év elteltével ugye elkezdtek olyan, hogy mondjam, motivumok is megjelenni az én életemben, hogy hát én akarok segíteni az embereknek, nem csak azáltal, hogy meggyőzöm őket, hogy legyenek krisnások, mert az jó lesz nekik, hanem elkezdett érdekelni a természetgyógyászat, aztán foglalkoztam energiagyógyászattal, asztrológiával, ajurvédával, tehát amik úgymond az indiai kultúrkörhöz kapcsolódóan végül is megtanulhatók és alkalmazhatóak, tehát én már olyan 2000 körül is elkezdtem ezt segítő tevékenységet végezni, és aztán ebbe az egész képbe bejött a jóga. Első körben ugye személyes gyakorlásként visszatért, mert én elkezdtem azt 18 éves koromban, aztán ugye Krisna tudatban maga az ászana gyakorlás, úgymond a fizikai része az elmaradt. És amikor azt éreztem 30 évesen, hogy fú, hát nem érzem olyan jól magamat a testemben, mert már el vagyok hízva, fáj a hátam, nem így kéne ennek működnie, nincs meg az összhang, a harmónia. És elkezdtem jogázni, sportolni, és az úgy szépen visszavezetett ahhoz, hogy hát a testemmel is ugye érdemes foglalkozni, mert hát ez az otthonom, és ugye ebben lakik a lelkem, tehát ugye akkor viseljem gondját. És milyen volt ennyi idő után kiköltözni újra a világba? Ez egy fokozatos folyamat volt nálam, mert ugye megházasodtam, mikor is volt az, már nem emlékszem, első házasságom ugye krisnás mozgalmon belül volt, és a házasok, ők általában kiköltöznek magából a szerzetesi közösségből. És ott már elkezdtem ezt a segítő tevékenységet, és úgymond önfenntartóvá váltam, és abból jött az, hogy utána megnyitottuk ezt a joga központot, az Atma Centert, az még a legelső változata a Govinda étteremben volt, és krisnás barátaimmal együtt nyitottuk, aztán ugye az egészet áttestálták rám, hogy akkor ezt most csináld, mint vállalkozást, kivásároltam végül is a közösségtől, tehát adományoztam, és akkor az enyém lett ez az egész tevékenység, és közben én még aktívan a krisnás feladataimat is elláttam, de mellette meg már jogát oktattam tulajdonképpen napi szinten, meg vittem a vállalkozást, akkori feleségem volt egy ilyen ajándékbolt ugye ebben a mind a két helyen, ahol volt a központunk, és akkor azt abban segített be, és akkor így mentek a dolgok végül is. És akkor eljött ez a pont, amikor már teljesen világi életet kezdtél elérni. Hát ez a pont tulajdonképpen a vállásommal együtt jött el, ugye az első vállásommal,
ami 2011-ben volt, vagy 12-ben hivatalosan, és összejöttem egy másik lányjal, akit ugye joga által ismertem meg, és ő is ott beszállt a jogaoktatásba, én pedig kiléptem az ideológiai elköteleződésből is, a válással együtt. Hát ott vannak ugye retorziók, tehát hivatalosan nem lehet válni, ha valaki elválik, akkor kitiltják a programokról, és akkor ez a fajta, nem is tudom, elhatárolódás, ez nekem pont jól is jött ahhoz, hogy megérkezzek egy ilyen űrbe, egy térbe magam körül, ahol úgy el tudok gondolkodni, hogy tényleg erre van nekem szükségem, hogy az én spirituális útkeresésem az tényleg belefér ebbe a keretrendszerbe, amit ott kapok? Vagy amit ott elvárnak tőlem, mert hát ugye végül is van egy elvárásrendszer, és annak meg kell felelni. És mi lett a válaszod? Hát a válaszom az lett, hogy én a szívemet követtem, foglalkoztam tovább a jógával, és második házasságom során, ami ugye 2021-ben ért véget, tehát egy 10 évig tartott, az alatt lezajlott bennem szerintem egy ilyen folyamatos átrendeződés abba az irányba, hogy befogadtam azokat az impulzusokat, amik akkor ugye érdekeltek, és amivel tudtam közösséget vállalni, tehát egy nyitottabb, szabadabb jógás szemléletmódba megérkeztem, és aztán egyik első Everness Fesztiválon, amikor meghallottam a hangtálakat, meg a sámán dobot, akkor mondom, hát ezt bele kéne hozni itt a folyamatokba, hiszen a jóga is arról szól, hogy van testgyakorlás, van légzés, meg van meditáció, és ebben a hangok nagyon sokat tudnak segíteni. És akkor elkezdtem hirtelenjébe használni a hangtálakat, a jógaórák végén, hangfürdőket tartani, és egy idő múlva a sámán dobbal is megismerkedtem. Na ebben például Ölvedi Gábornak pont kulcs szerepe volt, mert egy ilyen több mint fél éves időszakon keresztül ő tanított engem, hogy hogyan használjam a sámán dobot. És számodra mit jelent a spiritualitás? Hát tulajdonképpen önmagunk keresése, és a harmónia keresése, és a külső-belső világ megismerése. Ugye jogasámánként is vagy feltüntetve. Sokaknak szerintem, akik nincsenek annyira úgymond képben ezzel a világgal, a sámán szó az félelmetesen hathat. Elmondod, hogy mit jelent valójában a sámánizmus, és mit akarhat az, hogy valaki jogasámán? Hát ez a név vagy szó összevonás, ez úgy született, hogy ugye amikor a Facebook oldalamon feltüntettem, hogy akkor jogával és sámánizmussal foglalkozom, akkor utána, mint mit tudom én, Instagram azonosító, akkor így kézenfekvő volt, hogy na ezt a két szót akkor összevonom, és akkor ebből lesz a jogasámán. Tehát, hogy nem egy olyan fogalmat, vagy nem is tudom, ilyen kategóriát akartam én alkotni, ami nem létezik mondjuk úgy. Inkább csak megjelöltem azt a két érdeklődési kört, ami bennem dolgozik, számomra fontos. Tehát ugye jógával, annak a különböző ágaival volt egy hosszadalmas kapcsolódásom, és van még most is, és nagyon szeretem, és többen megkérdezték tőlem, hogy hát most mi a kapcsolat a kettő között. És én azt mondtam, hogy az én megértésemben, megtapasztalásomban nagyon szépen kiegészíti egymást ez a két út, sőt, nagyon szoros összefüggések vannak, hiszen a sámánizmus is egy tapasztalati út, ott is a testünkkel dolgozunk, a légzésünkkel dolgozunk, a koncentrációval dolgozunk, ugye a lélekutazásokkal, a meditációkkal, a különböző gyógyító technikákban, önmagunk mentális működése, és annak úgymond a makrokozmikus valamilyen rendszerben való létezése, ez az, amivel foglalkozunk, és ennek a harmonizálásával. Igen, mert épp azt akartam kérdezni, hogy ha valaki nem tudná, hogy mit csinál egy sámán, akkor mit csinál egy sámán. Biztos, hogy ilyenek a fejekben egyébként ezzel kapcsolatban előfeltevések. Ugye azt mondtad, hogy a gyermekkorod viszonylag traumatikus volt. A posztjaidból azt vettem ki, hogy te is sokat dolgozol traumatizált emberekkel, és egyébként sok segítővel is. Ezzel kapcsolatban van bármi, amit így megosztanál velünk? Nekem a traumatizálódás kérdése egyébként egy ilyen központi. Igen. Nekem is a dolog a munkásságom során is, meg az életemben is, úgyhogy azért kérdezem. Igen, tehát egyrészt
Ha röviden akarnánk megfogalmazni, mivel foglalkozik egy sámán, jó, nyilván nem tekintem annak magamat, tehát sámán tanoncnak szoktam így apostrofálni azt, ahol tartok, vagy amiben vagyok, hiszen egész életünkben tanulunk tulajdonképpen, és akármilyen beavatásokat is megkap valaki. Egyrészt folyamatosan egy tanuló marad, másrészt ugye a sámánnak a, hogy mondjam, működési állapota, azt úgy szokták meghatározni, hogy olyan, mint egy üres cső. Tehát próbálja félretenni az ego tartalmait, a saját belső akadályait elhárítani, hogy közvetíteni tudja a szellemvilág felül azt az információt, gyógyító energiát, vagy bármiféle harmonizáló folyamatot, amibe belekapcsolódik az a személy, aki eljön hozzá és segítséget kér. Tehát a természeti kultúrákban a sámán alapvetően egy segítő volt, akit a mindenféle ügyes bajos problémáika megkerestek, hogyha valaki beteg, akkor azzal, ha nem jó a termés, akkor azzal, ha ott hagyta az asszony, akkor azzal, és akkor ő ugye megbeszélte a szellemekkel, hogy akkor hogyan lehetne ezt rendbe rakni. És milyen jellegű problémákkal szoktak hozzád fordulni az emberek? Tehát visszatérve, mert egyszerre két kérdést tettél föl, és ugye, hogy visszapróbálom öltögetni a dolgokat. Tehát ugye a traumatizálódásnak a folyamata azért központi, és azért egy érdekes dolog, főleg a mi kultúránkban, mert eleve mi már annyira elszakadtunk a természettől, és a természettel való harmóniában élő, nem tudom én, ilyen arhaikus létállapottól, hogy ez már önmagában a városi lét, az az ultramodern, mindenféle impulzusok, amik érnek bennünket, és nyilván azok a társadalmi elvárások és erők, amikben vagyunk. Ezek olyan traumatikus hatásokat váltanak ki, ami egy dzsungelben élő természeti nép számára gyakorlatilag ismeretlen. Viszont azok a módszerek, technikák, amiket ők is annak idején az őskortól kezdve, nem tudom, sok tízezer év óta használtak arra, hogy valakinek a lelkét rendbe tegyék, vagy előzzék a betegség energiát, azok ilyen esetekben is nagyon hatékonyan jól tudnak működni. Tehát mondhatni azt, hogy akik hozzám fordulnak, adott esetben lehetnek ugye testi problémáik, ami általában, hogyha mélyebbre megyünk, akkor nyilván valamilyen szomatikus tünet, és azoknak a lelki folyamatoknak a következménye, amikben ő van, vagy volt, vagy éveken keresztül kifejlesztett magában. Tehát mindig eljutunk oda, hogy akkor ezeket a belső folyamatokat megismerjük, feltérképezzük, elkezdünk dolgozni rajta, kitisztogatni a traumákat, megváltoztatni, átalakítani az ő működésüket és a tudatosságukat azzal kapcsolatban, ahogy látják saját magukat, és látják az élethelyzetüket, vagy azokat a folyamatokat, ahogy ők a kapcsolatrendszerükben működnek, reagálnak, milyen viselkedési mintázatokat kaptak akár az ősöktől, akár a saját életük során szerzett élményekből, amiket kialakítottak. Tehát egy komplex dolog alakul ki. Az egyik folyamat, amin végig szoktam vinni általában a vendégeket, akik hozzám fordulnak, az a 10 alkalmas traumaoldó folyamat. Tehát abban benne vannak azok a különböző sámáni gyógyító technikák, amikkel a leszakadt lélekrészeket visszahozzuk, vagy a transzgenerációs traumákat oldjuk, vagy elmélyítjük a kapcsolatát az őseikkel, a belső gyermekkel, férfinői energiáknak az egyensúlyával foglalkozunk. Ez nyilván mindenkinél egy, hogy mondjam, személyes módon zajlik, hiszen az egyes alkalmakkor más és más megélések jönnek fel, vagy folyamatok indulnak el az életükben. Van, amikor ők ezzel tovább foglalkoznak, tehát a találkozásaink között is akár adok neki konkrétan házi feladatot, légzőgyakorlatot, vagy valamilyen szertartást, amit ő elvégez, akár van, hogy kap egy olyan inspirációt, hogy már érzi belülről intuitív módon, hogy mik azok a folyamatok, gyakorlatok, szertartások, események, amelyek őt segítik a tovább haladásban, fejlődésben, és akkor rááll egy ilyen, nem is tudom, spirituálisan ismereti útra az életében.
Ja, igen, és fontos ezt megjegyezni a mai jogszabályi környezetek között, hogy ez sem terápia, amit te csinálsz. Mármint a jogszabály értelmében. Neked ki segített, vagy kik és mik segítettek, hogy te rálásd tudatosan ezekre a működéseidre, amikről mondjuk, amiben segítesz mondjuk másoknak is, hogy meglássák? Hát amikor elkezdtem tanulni ezeket a gyógyító technikákat, akkor ugye párhuzamosan zajlott az a folyamat, hogy én is ráláttam sok olyan dologra, amiben például a 20 év krisnás gyakorlat során egyáltalán nem láttam rá. Tehát igazából törekedtem ott is egyfajta tökéletességre, azzal a gyakorlattal, amit ott kaptam, de közben úgymond megpróbáltam átugrani azokat a belső gátakat, akadályokat, vagy magammal cipelt sérelmeket, amelyek ugye kialakultak az életem során. És amikor a sámáni folyamatokba belekerültem, akkor ugye minden egyes gyakorlatnak, elvonulásnak, szertartásnak a végigélése az első körben önmagával kapcsolatban hoz gyógyulást és felismeréseket az embernek. És ugye szokták mondani, ez a sebzetgyógyító archetípusa, aki miután magában felismert és meggyógyított bizonyos dolgokat, akkor másoknak már sokkal jobban tud segíteni ebben. Igen, erről volt egy posztod is, és talán abban az volt, hogy ha már meggyógyult a sebzett gyógyító, hogy lehet-e ez egy befejezett folyamat vajon? Hát szerintem nem. Tehát mindig találhatunk mélyebb rétegeket, ha nem is úgy mondom, hogy a traumákban, de a tudatunkban, amiket még lehet rendezni és kibontakoztatni, kiterjeszteni. Tehát a kertnek a hasonlata szerintem az egy jó példa, hogyha van egy kertem, arra se tekinthetek úgy sose, vagy nem fogok úgy tekinteni, hogy ez befejezett. Mert még ültethetném benne ezt, meg azt, meg amaszt, meg még kijöhet a földből, a talajból mindenféle olyan dolog, ami ott meg akar nyilvánulni. Tehát, hogy ennek a belső teremtő folyamatnak a, ugye, hogy mondjam, dimenziói, azok a végtelenben nyúlnak. De azt gondolom, hogy az az egyensúly azért lehet fontos, mert hogyha saját magam életében is tudatos vagyok ezekről a dolgokról, és dolgozok velük, és gyógyítom magamat, amennyire ez ugye tud éppen zajlani, vagy ahonnan, ahová eljutok. Bár néha ettől is el szoktam vonatkoztatni, nem feltétlenül kell A-ból a B-be eljutni. Akkor ugye az, hogy másoknak segítek, az nem válik egy pótcselekvéssé. Hanem egy hitelesebb, megtámogatottabb folyamattá tud válni. Ezt egy kicsit jobban kifejtenéd, hogy nem mindig kell A-ból B-be eljutni. Hát nagyon teljesítménycentrikus társadalomban, kultúrában élünk és nevelkedtünk föl. És például a vallásokban is, vagy kifejezetten a Krisna tudatban nagyon kapóra jött az a fajta dolog, hogy jó, most nem egy anyagi cél van, nem egy világi, hanem egy spirituális cél, de arra aztán ráhajtunk, és akkor hát ha 20 év alatt sikerül elérni. Aztán abba érkeztem meg, hogy igen, eljuttatott egy őszintébb állapotba engem az az egész időszak, vagy azok a megélések, de pont arra jöttem rá, hogy nem annak a, hogy mondják ezt, meghamisítása vagy színlelése a célom, ami ott az elvárások szerint jól néz ki, hanem az a mélyebben fekvő őszinte állapot, és annak az elfogadása, ugye felderítése, hogy itt most akkor ilyen dolgok vannak, és ezzel így állok, azzal úgy állok, akkor itt most mi a teendő? Hogyan tudok az egészségesebb, harmonikusabb, boldogabb állapot felé haladni? Tehát ezért mondom, hogy ha az átvesszük a 0%-nak, a béta 100%-nak, akkor a B az valószínűleg azért nem elérhető, vagy nem reális, mert tehát ezek a spirituális élmények és megérkezések az életünkben, ezek végtelen mértékben ki tudnak terjedni. Olyan mértékben, amit amikor egy bizonyos pontra megérkezünk, még el se tudjuk képzelni. És azt gondolom, na itt van a B, na jó, és akkor ott van még utána az ABC többi betűje, akkor mehetsz tovább. Szerinted mit okoz a társadalmunkban ez a nagyon nagy fokú teljesítménykényszer, meg célorientáltság? Hát nagyon sok minden, tehát, hogy a vendégeim, meg a te vendégeid
én nem tudom, én 90%-a pontosan azért küzd önértékelési zavarokkal, mert iskolába leültették, hogy egyes, nem úgy nevelték már esetleg a szülei sem, hogy akkor mi az, amiről a te életed kellene, hogy szóljon? Tehát mi az, ami benned van? Akkor mi azt megtámogatjuk, és annak adunk teret, hogy azt ki tudjon bontakozni. Tehát, hogy ez az egyik dolog, hogy az ember, ha sikertelen abba, amilyen elvárás rendszerbe beletesszük, ugye nem is tudom, hogy van ez a mondás, hogy amikor kiveszed a halat a vízből, és akkor nézed, hogy hogyan tud járni, ugye nem tud járni, mert nincs lába. Tehát abban nem lesz sikeres. De a saját közegébe visszahelyezed, akkor tudja kibontakoztatni az energiáit, amivel ő született. Szóval keresgélnek az emberek, de aki már keresgél, az már szerintem egy jó, hogy mondjam, állapotban megérkezik az életében, mert nyit egy olyan teret, hogy majd én megtalálom azt, ami engem boldoggá tesz, és nem kívülről akarok mintákat kapni erre. És te például ebben tudsz segíteni az embereknek, hogy rájöjjenek, hogy mi van bennük, mi az, amit úgymond ki tudnak aknázni? Szoktak történni ilyen folyamatok, meg felismerések, tehát én azt gondolom, hogy ez együtt történik azzal, hogy önmagamhoz minél közelebb kerülök, önmagam energiájához, minőségéhez, és egyszerűen akkor már tudok hallgatni arra, hogy a lelkemnek mi az üzenete, vagy mi a kívánalma, vagy mi az, amit szeretne megélni, és megvalósítani, és megtapasztalni. Tehát a szabadság az már önmagában meg tudja nyitni azokat a lehetőségeket, hogy akkor nem tilos ezt vagy azt a dolgot megismerni, kipróbálni, és ugye, hogyha fel tudjuk oldani azokat az önkorlátozó mintákat, mondjuk, hogy engem kiskoromban elhallgattattak, mert nem éneklek szépen. Ugye, és akkor úgymond elnyomja ezt a képességet önmagában, holott lehet, hogy a lelkének az nagyon sokat adna, hogyha ő elkezdene a hangjával dolgozni, és felszabadítaná azt azok alól a traumák alól, hogy nem tudom, szégyenérzete van, vagy tökéletlenség érzete. De nagyon sok olyan tökéletesség ideált sugároz felénk a, nem tudom én, média, meg a közösségi média, meg a különböző ilyen divatirányzatok, meg influencerek, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal. És hogy néz ki egy napod? Hú, hát ez egy jó kérdés. A napom általában úgy néz ki, hogy reggel felkelek, és hogyha sikerül időben felkelni, akkor szoktam egy negyedórás légzőgyakorlatot végezni. Utána akkor kis reggelizés, és elindulok. És az első dolog általában a napomban az vagy edzés, vagy jóga. Tehát kettlebell edzéssel foglalkozom már évek óta, versenyeztem is sok éven keresztül. Azt szoktam heti háromszor csinálni, plusz többi napokon pedig a jóga gyakorlást, ugye azt ilyen online élőbe közvetítem is, tehát kvázi az én jóga gyakorlásom. És tehát igénylem az, hogy minden nap legyen valami mozgás, valami fizikai működés is az életemben. Utána meg hát jönnek az időpontok, és akkor jönnek a vendégek folyamatosan. Tehát általában amelyik napon nem nálam vannak a gyerekek, akkor este 8-ig tulajdonképpen ott vagyok a stúdióban, és akkor csinálom az egyéni kezeléseket, meg szertartásokat, meg hát vannak csoportos szertartások is, ugye teli holdkor, új holdkor, transzlégzés, hangfürdő, tehát vannak ilyen rendszeres havi programok, amiket meg szoktam tartani. Hétvégéken is elég sok minden zajlik. Tehát vagy elvonulás, vagy tanfolyamot tartok éppen, vagy ugye nyilván a gyerekekkel vagyok, vagy a párommal. És így az életem az tulajdonképpen olyan, hogy reggeltől estig tart, és még a estékben, a szabadidőben ugye az online tevékenységeket is meg kellene csinálni. Volt például a blogom, a jogasámán.com, amit 10 éven keresztül napi szinten írtam és publikáltam. Aztán a válással együtt úgy alakult, hogy már nem találtam meg az időt egyszerűen erre a napomban, hogy folyamatosan írjam a blogbejegyzéseket, és akkor ezekre a kis Facebook posztokra leszűkült ugye az a közlési felület, ahol átadom azt, ami éppen gondolatként így megfogalmazódik bennem.
Igen, épp kérdezni akartam, hogy szerinted minek köszönhető az, hogy ilyen népes követőbázist sikerült kiépítened mondjuk a Facebookon is? Hát akik foglalkoznak azzal, hogy ugye segítőként, hogy a közösségi médiában megjelenjenek, ők előbb-utóbb úgy szerintem felismerik azokat a módszereket, hogy a nyilvános szereplésnél mi az, ami hatékony. Tehát mi az, amit az emberek befogadnak, ugye ez nyilván ott változnak ezek a felületek, illetve az algoritmusok, meg az egyéb háttér, hogy mi az, ami eljut az emberekhez. És én nem mindig tudom, vagy nem mindig van kapacitásom arra, hogy ezeket nyomon kövessem. Tehát, hogy most akkor rövid videókat kéne csinálni, oké, de arra nincs időm, megérkezésem. Én inkább egy kicsit már lemaradott a verzióban, akkor bepötyögöm a gondolataimat, és akkor oda teszek egy képet, aztán olvassál, akit érdekel. Igen, igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy szerinted miért van az, hogy az embereket megfogja az, amit írsz? Hát ezt nem tudom megmondani. Én igyekszek olyan értelemben hiteles lenni, vagy önazonos lenni, hogy azt adom át, ami gondolatként megfogalmazódik bennem. És ezt olyan formában, vagy valahol megérkeztem az életemben, abból az állapotból, mikor én voltam a megmondó ember, és nagyon tudtam, és nagyon szoláris módon működtem, hogy akkor amit én igaznak vélek, az az abszolút igazság, és aki nem ebben hisz és nem így gondolja, akkor az téved, és őt meg kell menteni, vagy valahogy meg kell győzni arról, hogy így gondolkozzon. Ez a Krisnás prédikáló tevékenységemben nagyon jól lehetett hasznosítani ezt a meggyőződést, és meggyőző erőt, és fanatizmust. Aztán ugye hosszú-hosszú évekig tartott, míg kilazultam abba az állapotba, ami inkább egy lunárisabb működés, vagy valahol a kettő közötti egyensúlyból tud létrejönni, hogy elfogadjam másnak is a világát, és azt, hogy megértsem, vagy próbáljak ráhangolódni, és megérteni azt, hogy ő miért úgy látja a világot, és miért úgy működik. Mi az, ami dolgozik benne? És mi az, amire ezekből a dolgokból esetleg szüksége van? És hogy úgy tudjak, és akkor tudjak segíteni valakinek, amikor ő egy hasonló állapotba jut, mint én, bizonyos fáziseimben az életemben, hogy az, ami van, az már engem nem elégít ki. És nem vagyok békében vele, tehát most valami újban kellene megérkezni. Tehát, ha valakiben ez elkezd dolgozni, akkor ő elkezdi nyitni már a horizontjait és a hitrendszerei mögé, hajlandó már egy picit úgy kikalandozni, hogy de mi lehet ott, amitől eddig elzártam magamat. És hogy vajon az jó-e nekem? És hogyha elzártam magamat, akkor meg miből fakad az, hogy én ilyen nagyon merev falakat raktam körbe valahova be az életembe. Akkor végül is te most milyen fázisában vagy az életednek? Hát ezt nem tudom megmondani. Örömteli. Meg izgalmas. Vannak ilyen tipizálások, én annyira ezzel nem ismerkedtem meg olyan részletesen, hogy ki milyen kategóriákba osztja a tudati fejlődési szinteket, de érdeklődéssel szemlélem ezeket a különböző modelleket, mert hogyha az ember egy kicsit úgy belemerül, és úgy ráhangolódik, akkor valamilyen dolgokra elkezd rezonálni ezekből, hogy hú, hát ez tényleg ez milyen jó, és mennyire leírja azt, amiben éppen valaki van. De itt is úgy gondolom, hogy egyik rendszer vagy tipizálás nem jobb feltétlenül a másiknál, és nem egy ilyen lineáris hierarchiában szoktam már általában gondolkodni. Tehát, hogy akkor itt vannak ezek a szintek és ezek a lépcsőfokok, és ha az egyiket kihagytad, akkor nem tudsz rendesen megérkezni a másikra. Ez is nyilván egy kapaszkodó, tehát, hogy a létrában is azért vannak a fokok egymás után, hogy úgy fellépegessünk rá, aztán amikor megtanulunk repülni, akkor nem kell a létra. Teljesen jogos. Hogyha azt kérdezném, hogy hol tudod magad elképzelni, mondjuk 80 évesen, akkor tudom, hogy most jelenben vagyunk, meg most a most van, de hogy mi az, ami így megjelenik előtted? Hát én szoktam azért erre gondolni, hogy az életemnek a második felét mivel szeretném tölteni, és hogyan szeretném megtervezni. És hát ami évek óta dolgozik bennem, de most nyilván ennek a, úgymond a válással egy újabb fordulathoz tudott érkezni ez a dolog, vagy majd fog érkezni, nem tudom, hogy szeretnénk egy elvonuló helyet a párommal, a mostani párommal, aki szintén segítő egyébként, és egy olyan helyszínt, ahol,
hogy azokat a spirituális, szakrális folyamatokat át tudjuk adni, nem csak mi személyesen, hanem másoknak is erre teret tudjunk biztosítani, és én ott képzelném el, úgymond, az öregebb koromat, és a tevékenységeim közül meg hát valószínűleg, ahogy alakul az életem, ahogy változnak az időszakok, meg az energiám, meg a belső tudatosságom is, akkor azokat szeretném sublimálni, amiket a legfontosabbnak tartok, vagy fogok akkor tartani. Tehát az írásbeli kifejeződés, az remélhetőleg valamikor vissza fog térni, tehát lesz megint tere és ideje annak, hogy leírjam a dolgokat, amiket szeretnék, aztán a tanítás, a képzés valószínűleg az is valamilyen formát fog majd ölteni, ugye amiket a sámanizmusban, főleg a verői sámanizmusban tanulok, azokat igyekszem egyrészt befogadni, átengedni magamon, és a gyakorlatba behozni végül is. Aztán lehet, hogy ennek lesz valamiféle formája, amikor, vagy valamilyen médiuma, amin keresztül mások is ezt megkaphatják, és élhetnek ezekkel az eszközökkel. És mind majd kimúlik az, hogy erre az írásos dologra lesz, vagy lehet időd? Nem tudom megmondani. Hát jelen pillanatban a hangsúlyt ugye az egyéni kezelésekre fektetem, meg a csoportos programokra, rendezvényekre, évente 6 elvonulás van, tehát az is időt igényel. Úgyhogy ha bármire szeretnék több időt, akkor ezek közül valamit el kell engedni és át kell rendezni. De ez valószínűleg egy tranzíciós fázis az életemben, mert hogyha vidékre költözünk, akkor az biztos, hogy már egy új fejezet lesz, és máshogy fog alakulni majd az időbeosztásom. És a másik pedig, ahogy a gyerekek felnőnek, akkor az is nyilván egy másik fázis lesz, amikor abba felé megérkezünk. Te jól értem, akkor ez a terv, hogy kiköltöztök vidékre? Hát valahol nem túl messze Budapestről, de egy olyan természetesebb környezetben, ahol van tér, van erdő, ha van víz is, az még jobb, és ahol lehet dobolni, lehet ugye szertartásokat tartani. Ja, hát egy falu közepén igazából annyira nem lehet. Mert ott a szomszédok nagyon kíváncsiak, és nagyon szeretnek foglalkozni azzal, hogy az ember mit csinál. Tehát én sok sámánnál jártam már Magyarországon, és ugye megfigyeltem nyilván azt a környezetet, amit ők választottak, kialakítottak maguknak, mik az előnyei, mik a hátrányai, nekem abból mi az, ami tetszik. Tehát, hogy ezekből az élményekből, impulzusokból. Nagyon sok elvonuló helyen voltunk az elmúlt 10 év alatt, vagy 10-valahány év alatt, és azok mind ugye valamiféle benyomást hagytak, hogy akkor mit, hogy szeretnék, vagy hogy nem, vagy mi lenne az ideális. És hogyha azt mondanám, hogy kívánhatsz egyet, mint egy arany, kifognád az egyet, egy kívánságot teljesít aranyhalat, akkor most mi lenne az, amire vágynál a legjobban? Nehéz kérdéseket teszek fel. Hát nehéz, mert ennek az aranyhal mesének általában az a, hogy mondjam, tanulsága, hogy a hüllőagyból indul ki az egész dolog, hogy meg akarok kapni valamit, úgyhogy nem teszek érte erőfeszítést. Tehát én már erről leszoktattam magamat, és azt gondolom, hogy ha valamit ajándékba kapnék az életemben, persze nyilván a szellemvilágnak a támogatása talán ezt lehetne a leginkább megfogalmazni. Tehát az a fajta iránymutatás, hogy tudjak, mindig érezzem, hogy merre felé vezet az én igaz utam. Ezt talán azt mondanám, hogy ez megfogalmazható ilyen tekintetben, de minden más tekintetében, hogyha egy konkrét, kézzel foghatóbb dologra vágynék, anélkül, hogy én megtegyem az odáig vezető lépéseket, annak valószínűleg az lenne a következménye, hogy nem is tudnám annyira értékelni és használt venni. Köszönöm. Ez nagy igazság ez is. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, de ugye a podcastnek az a cím, hogy miben segíthetek. Hogyha össze kéne foglalnod, hogy miben segíthetsz,
nagyon sok mindent érintettünk. Igen. De ha valaki megkérdezne, aki mondjuk bejön az utcára, és nem tudná, hogy ki vagy, akkor mit mondanál neki? Igen, hát én azt gondolom, hogy alapvetően ezt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy mik azok a folyamatok, amikhez lehet jönni hozzám így egyéni módon. Az egyik ez a 10 alkalmas traumaoldó folyamat, ami az ember azt érzi, hogy hát valamilyen elakadásaim vannak, és valamit szeretnék már változtatni, meg tudatosítani az életemben, akkor valószínűleg fogunk találni olyan dolgokat, amikben tudunk előre haladni. Aztán medicinákkal is dolgozom, tehát ugye rapészertartásokat tartok, kambógyógyítást, ezek is olyan médiumok, amelyek pontosan ezt a folyamatot meg tudják támogatni. Tehát én a kettőt valahogy összefüggésében érzem, hogy van valami elakadás, kapok egyfajta támogatást hozzá, egy rálátást arra, hogy mi az, ami az én problémám valójában. Kapok egyfajta megkönnyebbülést is nyilván, de én azt látom, hogy a növényi medicinákkal, amikor dolgozik az ember, akkor az nem olyan, hogy bedobtam egy tablettát, és az elnyomta a tünetet, vagy megoldotta a problémát. Igen, aki nem tudná, például rapja, az egy teljesen legális dohány alapú gyógynövényes szer, ami szertartásos jelleggel használandó. Ha valaki többet szeretne tudni róla, akkor keresse meg téged vagy az oldaladat. És ugyanígy a kambó az pedig, hát beszélhetsz róla, ha gondolod egy kicsit, de hogy tudni kell, hogy ezek nem illegális tudatmódosító szerek, még mielőtt bárki rosszra gondolna, hanem szertartásos jelleggel használt ősi gyógymódok és szerekről beszélünk most egyébként. Igen, a kambomedicina az óriás majombéka, mirigy váladéka tulajdonképpen, amit így begyűjtögetnek, aztán ugye szabadon engedik a béket, és nekem is nagyon sokat segített a traumaoldásban, és ugye felismertem azt az összefüggést, hogy a testi betegségek vagy méreganyagok felgyülemlése az szoros összefüggésben van mindig azzal, hogy milyen érzelmi, mentális folyamatokban vagyunk. És hát nagyon fontos, hogy te tértartóként részt veszel, és ez egy irányított folyamat, ahol biztonságban van az, aki csinálja, mert ugye össze-vissza lehet hallani dolgokról, hogy kik mit hol használnak, és milyen dolgok történtek velük. Például valaki leesik egy magas lesről a huaszka szertartás után, ez csak egy példát mondtam a közéletből, de hogy mindig nagyon fontos, hogy olyan emberhez menjen el az, aki hasonlóra egyáltalán rászánja magát, aki ott tudja, hogy mit csinál, és ott van mintesben, mind fizikailag, mind lélekben, mind tudásban, hogy ezen a folyamaton valakit végigvigyen. Igen, ez egyébként, tehát azt érdemes így talán tudatosítani mindenkinek, hogy ha elmegy bárkihez egy szertartása, egy folyamatra, bármi legyen az, egy családállítástól kezdve, akármi is lehet, hangfürdő, bármi, akkor figyeljen oda az intuíciójára, hogy most én itt mit érzek? Biztonságban érzem ennek az embernek a vezetése folyamata alatt, vagy pedig valami felzaklat, és úgy nem igazán azt érzem, hogy megkaptam megfelelő támogatást, és akkor hallgassunk arra, hogyha valakiben azt érezzük, hogy ott van a bizalom, és akkor tök jó, én is mindig ilyen emberekkel hozott össze a sors, és velük mentem keresztül folyamatokon, ilyen sámánokkal, tanítókkal, és akiben úgy éreztem, hogy itt valami nem oké, akkor inkább nem mentem hozzá többet. Igen, tehát senki soha ne kényszerítse saját magát bármiféle segítőhöz, ez már korábban is a podcastekben is megjelent, és hogy nagyon fontos, hogy biztonságban együtt rezegjünk a segítőnkkel, bármiről legyen szó, és hogyha nem így van, akkor nyugodtan el lehet ugye menni, vagy keresni más valakit, vagy nemet mondani, mert szerintem a biztonságnál fontosabb, főleg mondjuk akár a traumaoldásokról beszélünk, vagy bármire, annál fontosabb dolog nincs is. A bizalom és a biztonság bármilyen segítővel kapcsolatban. Van bármi, ami benned maradt és elmondanád, és nem kérdeztem meg, vagy nem kanyarodtunk oda? Hát talán így rövid üzenetként, vagy útravalóként én azt fogalmaznám meg így a nézők felé, hogy
Hát egyrészt merjétek megélni az érzelmeiteket, engedjetek szabad teret annak, ami el van folytva, és akkor az elő fog jönni. Akkor rájössz, hogy mennyi mindent folytasz el ugye hétköznapjaid során. És ehhez vannak persze számtalan olyan helyzet vagy alkalom, ami ezt meg tudja segíteni és meg tudja támogatni. És a másik meg az, hogy hát hallgassatok az intuíciótokra, és bátran keresétek a saját utatokat, akkor az el fog vezetni, nem tudom, a teljességbe és az örömbe. Nagyon szépen köszönöm, és hogyha valaki meg akar találni téged, akkor hogy tud? Legegyszerűbb úgy, hogy jogasámán.com, tehát az a blogom, ott fenn van az elérhetőségem, közösségi médiában is ugye van Facebook oldalam, és van Instagram, és ott is jogasámán az azonosítom. Tehát, hogy viszonylag könnyű rám bukkanni, és akkor lehet velem kommunikálni, kérdezni akár, vagy bármiben, amiben tudok, segítek szívesen, elmondom a véleményemet. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és keresétek Gábort, hogyha szükségetek van a segítségére, vagy kíváncsiak lettetek arra, hogy mit csinál azokkal kapcsolatban, amikről beszélgettünk. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velünk, ez a Miben Segíthetek podcast második évadja volt. Nézzetek minket minden második pénteken, és hallgassatok minket a nagy podcast megosztókon. Legyen szép napotok! Sziasztok! Szia! Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! Ha tetszenek nektek a podcastek, a leírásban található számlaszámon támogathatjátok, hogy még több segítővel jöhessen létre beszélgetés. Ne felejtsétek el beírni a közleménybe, hogy podcast támogatás, illetve YouTube-on nyomjatok rá a harangjára és a feliratkozás gombra. A podcast megosztókon pedig szívesen veszem, ha értékeltek és csillagoztok.